Ma az erdőökológiai kutatócsoportot látogatjuk meg. Mi turisták legtöbbször csak annyit látunk az erdőből, ami a turista út közvetlen környezetében tapasztalható. Látjuk ezeket a vízrendezési megoldásokat, hogy ne vigye el az utat a víz, és a környező részeknek a jobb esetben meglévő holtfáit, és pár olyan dolgot, ami a számunkra érdekes és fontos. Környezetmérnökként és biológusként régóta szeretnék egy olyan videót is készíteni, amivel megmutatom kicsit, hogy mi zajlik az erdőben. Egy természetes erdőben és egy véghasználati erdőben. Ez a rész most erről fog szólni, és ebben Aszalós Réka és Frank Tamás erdőökológusok lesznek ma segítségemre. Klasszikus szemléletben a holtfa fölösleges, maximum tűzifának gyorsan összegyűjtendő és kivele az erdőből. Most ez egy hosszú szemléletváltás, ami ugye történik ökológus, erdőökológus társadalomban erdészek között, hogy mennyire fontos eleme a holtfa az erdőnek. Ugye többféle formája van a holtfának, meghal egy öreg fa, mondjuk ez egy klasszikus módja, akár állva, ezt hívjuk, hogy álló holtfának, amit ott az előbb láttunk, az az öreg bükkfa, ugye ez egy álló holtfa. Viszont ahogy az évek mennek előre, az álló holtfából szép lassan fekvő holtfa lesz, ugye, ahogy kidől. Illetve vannak olyan úgynevezett természetes bolygatások, például egy széldöntés, ahol magától is ugye kidől egy csomó fa, és fekvő holtfa van, lesz belőle. Ez a két fő formája van, és mind a kettőhöz óriási élőlény gazdagság kötődik. Erdőben élő állatok, növények, gombáknak közel fele az életciklusának valamelyik részében kötődik a holtfához. Na most, hogy akkor azt lehet érzékelni, hogyha kiviszem a holtfát az erdőből, akkor gyakorlatilag az erdei élővilág felét is kisöpröm az erdőből. Tehát nagyon fontos, hogyha természetvédelmi erdőkezelés van, vagy akár gazdasági rendeltetés van, de szeretném, és lehetőség van arra, hogy az élővilágot gazdagítsam, akkor a holtfát, annak legalább egy bizonyos mértékét bent tartsam az erdőbe. Ha körülnézünk, nem tudom, ott van egy ugye tuskó, ott távolabb egy kicsit olyan korhadó holtfa, de itt is el van feküdve egy fa. Tehát, hogy ezek nagyon sokat segítenek abban, ugye, hogy az élővilágot bent tartsuk. Jó arra, hogy a harkályok elkezdenek benne odut válni, vagy pedig magától ugye elkezd bekorhadni. Ugye nagyon sok ilyen madárfaj van, a cinegék, a csúszka, a légykapók, de nagyon sok kisemlős is, például a mókusok pelék ugye ehhez kötődnek, ez összes odulakó. De már egy nagyobb korhadás, mondjuk egy vadmacska bele tud költözni, és egy csomó más erdei állat. A fekvőholtfán pedig, mindenkinek van ilyen túra tapasztalata, hogy megjelenik rengeteg mohafaj, zuzmófaj, gombafaj, tehát hogy ezeknek a fajoknak ad életteret, és amit mi a saját projektünkben tapasztaltunk, ez a Life for Oak Forest, a életelteli tölgyesekért projekt, azt vettük észre, hogy amikor ilyen holtfakerteket hozunk létre, tehát egy csomó egymásra döntött fa, ami a természetben nagyon gyakran előfordul, például a széldöntések esetében, az ilyen központi kulcs eleme lesz annak, hogy egy csomó kis ragadozó azt elkezdi használni. Tehát egyrészt felvonuló útnak, másrészt jelölő útnak, tehát ott végig mennek, jelölgetnek, megfigyelő helynek, vadászó helynek. És tulajdonképpen ezek az élőlények azok, akik aztán valamilyen szinten részt vesznek az erdő karbantartásában is. Tehát ennek nettó gazdasági haszna van. Gondoljunk arra, hogy milyen hernyógradációk szoktak időnként lenni. Ugye, hogyha ott vannak ezek a jellemzően oduban lakó kicsi énekesmadarak, rovadrevő énekesmadarak, erre is vannak kísérleteink, hogy ez látszik, hogy a predáció mennyisége jelentősen megnő, hogyha ezek a kis madarak, ugye például pont az előbb említett cinegék meg csúszkák ott vannak az erdőben, vagy a harkályok, rovarokat, olyan gyakran gradációt okozó lepkefajoknak a hernyóit mondjuk olyan intenzíven pusztítják, hogy az már jelentős mértékben javítja az erdőnek az egészségét. És alapvetően ti ezt a bonyolult ökológiai rendszert szeditek szét, ennek az elemeit próbáljátok vizsgálni. Igen. Egy másik megközelítésre ezt lehet, hogy úgy is meg lehetne fogalmazni talán, hogy ha a természetben, az ember nélküli erdőben, amit szintén vizsgáltok, megtalálható valami, az okkal van ott. Igen. És ez most mindegy, hogy most spirituálisan nézzük, igen, vagy természettudományosan nézzük, de okkal van ott, és ilyen a holtfa is például, igen, ilyenek a gombák, és minden ilyen. És hogyha ebből bármilyen elemet elveszünk, azt utána nekünk
pénzbe fog kerülni pótolni valahol máshol, vegyszerben vagy bármi másban. Igen. A ti vizsgálataitok azok nélkülöztetnek abban, hogy az erdő rezilienciáját, az állandó képességét megőrizzük, és hogy a fel tudjunk készülni a klímaváltozás kihívásaira. És most ellátogatunk a Mátrai erdőrengetekbe, és megnézzük az ottani kutatási szájtotokat. Azt még légy szíves mondd el, hogy ott mit fogunk látni, mi az elsődleges kísérleti cél? Nagyon sokféle módon igyekszünk az erdő szerkezeti és faji gazdagságát megnövelni. Ugye ezek mind nagyon homogén erdők, amik viszonylag fiatalok, és nincs bennük holtfa. Tehát ilyen esetben indokolt ennek a technológiának az alkalmazása. Na most nem csak fekvő holtfát hozunk létre döntéssel, hanem gyűrűzéssel álló holtfát. Ez egy kifejezetten természetvédelmi tevékenység, amikor egy bizonyos szélességben a fák kérge lehántásra kerül, és az szép lassan az a fa elkezd száradni, és az előbb említett élővilágnak otthont ad ezáltal. Tehát az álló holtfához ugye kötődik egy csomóféle faj. És akkor van még egy olyan érdekes, amit szoktunk csinálni, ez a kéregnek a felhántása. Megint csak a gazdasági erdőkből nagyon hiányoznak úgynevezett mikroélőhelyek, mikrohabitatok. És például pont azok a kéreg darabok, amik így elállnak a fatörstől, ezek természetes erdőben nagyon gyakori, de gazdasági erdőben teljesen hiányozni tudnak. És ezek például a erdei denevéreknek nagyon fontos ilyen rejtőzködő helyei. És amit még létrehoztunk a Mátrába, és amit a vadkamera csapdáink is megörökítenek, az, hogy ezek a létrehozott élőhelyek, például az állóholtfák, vagy a magasan elvágott facsonkok, fekvőholtfák, ezeknek a jelenlétére hogyan reagál a harkályfauna. És a vadkamera csapdáink is ezt igyekeznek dokumentálni, és ebből szeretnénk majd ugye a tudományos módon is ezt demonstrálni, hogy hogyan veszik birtokba ezeket a különböző holtfa típusokat a különböző harkályfajok. A fekete harkály kezdi ezt a felszíni leverését a kéregnek. Már például utána megjelenik a nagy fakopáncs is. És a fehérhátú? A fehérhátú, ő is a kéregleverésnél volt eddig csak felvétel róla. Tehát amikor már nem ez a felszíni, hanem amikor már a kérget ő is szedi le a fára. Persze még csak kevés mintából, de végülis a többi harkályban még nem is találtatok igazán különbséget még, hanem csak annyira fekete harkály kezdi meg. Igen, arról van a bizonyítékok. Tehát itt a fekete harkály gyakorlatilag először megkezdte így felületesen. Igen. És azután ilyen lesz mindenhol. Utána visszatér egy kis idő után, és elkezdi a kérget leverni. És akkor leveri a kérget, itt már a szunoka járatai megjelennek. Igen, a kéreg alatt élő szaporszilófaokat teszi, igen. Tehát ez egy épkérgű fa volt, amit itt legyűrűztétek, ezáltal elhalt a fa. Tehát egy év alatt elhalt a fa a gyűrűzés után. Akkor meg ahogy kezd egy kicsit elvárni a kéreg, hogy ott kezd így és már vannak alatt a kéreg alatt élő szint. Kintérek, vagy egyéb. És ez egy másik faj, gondolom, az, ami a kéreg alatt. Igen. Van ez a kéreg szó, az a felületes? Igen. Akkor szépen föltárja, leveri a kérget, de... Tehát ezek viszonylag frissek. Tehát valószínűleg ebben az utóbbi három hétben keletkezett, de elvileg akkor ezt föl kellett vegye. Tehát így kezdi a fekete arka, és aztán utána megjönnek a többi igen, is majd. De ezek már egy kicsit több is annál, mert már az egész bevésett. Tehát az is lehet, hogy látod, tehát, hogy itt ezek átfednek egymáson, mert itt már kérget is elkezdte leszedni. Tehát erre már nyugodtan jött a másik farká is. Uh-huh. Ez az mesterséges, kialakított. És az ott, arról mit lehet tudni? Tehát egy törzsebzést imitáltunk, ami a természetben is előfordulhat, amúgy mint egyik ledőlő fa mondjuk leveri a megmaradó fának kérget, és akkor keletkezik egy törzsebzés, tükörfolt, ami speciális élőhely, mert élőfán van holtfa. Tehát ez fenntartódik rész, gyakorlatilag. És igen, és ez a hosszú ideig fennmarad, és vannak speciális szaproszilófák, bogarak, amelyek az élő és a holtfa határán élnek, tehát bizonyos fejlettségi stádiumban inkább az élőfa részben, rágnak bizonyos fejlettségi stádium meg a holtfa részben, tehát kell nekik ez a kettős előfordulás. Tehát ez meg azért jó. Ez is csertölgy. Ez cserno. És nézzük meg, hogy ezen milyen madarak és milyen állatok jártak. Itt már látható egy nyom, meg is fogjuk nézni, hogy ki okozta. Főleg az üdüléket, azt
Melyik faj hagyta ott? Hát ott az éjszakaiak azok már a patásoldakról vannak. Ez fehér hátú. Fehér hátú arkály? Aha, egy tojó. Látod? Aha. Ez egy fehér hátú tojó. Szépen lefelé elindult. Aha, látod már? Ezek az előbb elmondottakat egy kicsit árnyalják, mert nem sok ilyen felvétel van, hogy gyakorlatilag nincsen, hogy még ilyen kérges állapotban már kopogtatja a fehér hátú. Nézzük a következőt, ott fog. Itt derül ki, hogy bedolgozik. Ez egy szépen lebukik a fehér hátú arkály tojó, hogy ő hagyta az ürüléket, és igen, ott fosta le. Igen. A kis huncuk. De nem állt meg a munkával közül sem. Hát most nem ére, nincs erre idő. Amikor ezeket ő csinálta, hogy egy kis kopácsolásokat. Hát ez most szembeltszerűs. De és érted, ő is ugyanolyan nagy, mint a nagyfány, és a csőre is azért. Hát egy picikét nagyobb talán. Ő egy picikét nagyobb. Szóval, hogy azért ez, akkor végül is ez a méret vagy a dolog, ez bejön, amit mondtál, hogy a nagyobb harkály erősebb csőrrel megkezdheti jobban a fát. Hát igen, de én a fekete harkályra tippeltem. Ezt nem is gondoltam, mert az oké, hogy a fehér hátlóba beszáll. Mert a kocsánytalan tölgynek nem olyan nagyon kemény kérge van, de a csertőnek brutál, már látszik ránézésre. Különböző sérüléseket is imitáltok, és ezeknek a történetét is nyomon követitek, különböző mikrohabitatok kialakulása érdekében. Megnézitek, hogy egymás követően hogyan reagálnak rá különböző fajok, és azt is, hogy ezeket hogyan lehetne alkalmazni esetleg más területeken. És azért vannak már is nagyon jó eredmények a mátrai területen is. Mert ugye a pilist, gondolom, régebb óta csináljátok, de hogy már is a mátrában megjelentek eredmények, például az, hogy megfigyeltétek, hogy különböző gombafajokat mennyire szeretnek a patásvadak. Tehát a párosúlyú patások, mint a muflon, az őz és a szarvas, kifejezetten preferál különböző olyan gombafajokat, amik ezeken a sérült és holtfákon jelennek meg. És hogy téli táplálékot jelenthet nekik, és hogy növeli a túlélési esélyüket, tehát még a vadgazdálkodás számára is előnyös lehet. Vagy például az, hogy a harkályok hogyan tudnak hozzáférni a különböző fajú és sérülésű fákban megjelenő rovarokhoz. Sőt, hát menjünk vissza oda, hogy ezek a különböző szú és egyéb rovarfajok hogyan jelennek meg. Szóval, hogy már is nagyon-nagyon sok információ gyűlt össze. Ezeket gondolom publikáljátok. Igen, van már két olyan publikáció, ami kifejezetten erről szól. Hogyha én szeretném, hogy a harkályok megjelenjenek az erdőben, és szeretném, hogy hosszú távú táplálékforrás sok legyen, akkor ezek segítséget nyújtanak ezek a publikációk, hogy mondjuk hogyan tudok olyan kezeléseket végrehajtani, amik nekik segítenek. És akkor ezt az erdőgazdálkodók be tudják illeszteni a rutinjukba, hogyha... Igen, most elsősorban amit mi célzunk, az inkább a Nemzeti Park saját vagyonkezelésű területek, tehát lesz nekünk most ennek a Life for Oak Forestnek az egyik legfontosabb kimenete, egy olyan guideline, egy olyan kézikönyv, aminek egyébként a főszerkesztője vagy a főszerzője pont a kollégám Frank Tamás, de több olyan kollégám fog benne részt venni, egyébként erdészvégzettségűek, tehát hogy azt a szempont is nagyon tud érvényesülni, hogy esetleg gazdasági erdőbe is mit lehet ebből a tudásból átemelni, de hogy egy olyan nagyon sok fotóval, sok példával illusztrált kézikönyv lesz, ami ennek a projektnek az eredményeiből szűrtünk le, és a tudományos eredményekből következtettünk ki. Tehát ugye ez egy nagyon összetett valami lesz, mivel már nagyon sok előzetes verziója van, már most nagyon büszkék vagyunk rá, de hogy ez nagyon fontos lenne, hogy ennek a kommunikációja a sokrétű legyen, tehát a laikus kommunikációtól kezdve ugye a szakembereken keresztül, a nemzeti parkosok, a erdészeti szakszemélyzet, a policy szintre is érjen el, hogy egy ilyen nagyon széles körű kommunikációja legyen. És ahhoz, hogy mi biztosra menjünk, az természetesen ezek a tudományos publikációk is kellenek.